játékot. Katasztrófa, bazeg, ennek az irányítása. Ez a baj azzal, amikor emeletes bosszok vannak, hogy baszki, a kameranézet egy megszűnik létezni. Istenem, bazd meg. És még keresgélek pozíciót, amikor időre megy, persze. Hogy ne keresgetnék pozíciót? Leroncsol ez a bosszat, de... Megölettem volna háromszor, de állandóan leveszi azt a szart. Nem tudom pozícionálni, hogy mikor tudom ráküldeni. Na mindegy, szarok rá. Az a lényeg, hogy legalább nem droppol most már. Jobban ki tudom kerülgetni azt a sok szíkot. Lehet, hogy valamit frissített a háttérbe, egyébként pont azon gondolkozok, hogy lehet azért volt egy droppol. De jó, végre nem droppol a játék. Srácok, szerintetek mitől lehet az, hogy előbb szétdroppolta magát, most meg hirtelen jó lett? Ugyanazon a grafikai beállításon. Előfordulhat, hogy frissített a játék a háttérbe. Mondjuk mindegy, ez a lényeg megy. Van a szarva. Láttátok? Mi volt? A szöbb kibasztál, nem tudja. Na azt az ikont kell, hogy megkapjam ugye fent, amikor a... Ennyi forgolód már. Push Forest. És most leesünk. Most a végén, most leesünk. Ura! Ura!
ezt a negyet, ha át tudnám vinni, de jó lenne. A marha. Nem leestem. Még egy, így most jó, HP-m is van, na majd valami talán lesz. Na, ez az, erre vártam. Adja be az utolsót is, mert... Előbb ezt ugye levette állandóan. De azért más sem bújt, hogyha nem lagol. Szakadjál szét. Na gyere, mocsok! Hum vagy? Mit kell vele csinálni? Köszi srácok, hát kurva sokat szenvedtem vele, egyrészt nekem nehéz volt, másrészt meg elmúlt a lagvígy, azért könnyebb volt kiugrálnom a tüzeket, mert azok öltek meg. Mennyire érzékeltétek amúgy? Ugyanúgy lehetett érzékelni a streambe is, hogy lement az FPS, amikor olyan szar volt. De konkrétan megállt a kép az összes ilyen tűzefektnél az előbb. Nem mondom, hogy anélkül, hogy nem mondom, hogy lement volna elsőre, mert akkor is 3 wipe lett volna, de nem, nem pedig 20. Azért van különbség. Yeah. Ez a falu betyárja. A ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life. Strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Köszi Hermon, köszi szépen srácok! Megszenvedtem vele, maradjunk ennyibe. Ez a baj nálam srácok, hogy baszki, annyira szeretek RPG játékot játszani kontrollerrel, amilyen kardozós. És többségében ez is az, csak ugye ezek a lövöldözős részek nekem kontrollerrel nagyon szarul mennek. És hát ennek a boss fightnek ez volt a alapja.
Ez volt a basic. So we should do nothing? You should take action. Aha, köszi Desert. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine. They are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. Thou wilt end this suffering. Lol. Hát így lagmentesen már lehet, hogy hamarabb menne. Why? What did we do? Ez meg micsoda? Answer me. Vigyed már szőrmókot. How many people must die? Why? Tell me. Don't turn your back on me. Listen to me. A Bagheera. Once told me, change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Azaz. Your torment has lasted long enough. Az mondjuk tetszik, hogy ilyen hosszú videó van a végén. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself, so the land can heal.
Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Oha! Meg lehet menni. Hova? Menjünk! Goodbye, little friend. Vagy mindig kapott sapkát is tőlem. Ja, hogy megalkották újra ezt a lényt. Gondolom ez a lény, amelyik fenntartja ezt a természetnek a rendjét, nem? Gondolom. Kell a balanszhoz. Pontosabban ennek a lélekvilágnak az istene vagy mi a öcs. Összességében srácok, a játék abszolút egyébként pozitív, azt én akkor, mikor megvettem, ugye mondtam is. Na ez a játék volt abban az évben, ebben az évben az egyik, ami megéri a vételt. Én nekem így tetszik ez a kis színes rajzolt világ, az egész egyébként fantasztikus. Elejétől végéig jó a játék, ugye nekem egyedül ez a utolsó boss fight, ha bár epic boss fight, de ez a végső boss fight, ez engem kicsit felmérgelt, és igazából egy oka van, az, hogy ugye kontrollerrel játszok RPG játékokat, mint például Witcher, mit tudom én, miket játszottam, az Assassin's Creed-eket, ezt is kontrollerrel játszottam, mert ugye szeretem az ilyen melee fightokat, amiben kardozni kell, pajzsozni kell, ilyesmi, kontrollerrel le tudni, főleg ami kombinációkat rejt magában. Viszont mivel a utolsó boss fight igazából annyiból mérgelt fel, hogy az egész karakteremet az elejétől a végéig azért építettem rá, a melee dolgokat fejlesztettem ki neki abszolút maximumra, és beraknak egy olyan boss fight, ahol egy melee csapás nem kell ejtened szinte, sőt a boss meg se lehetett ütni, hanem végül is legolászkodni kellett, aztán inkább az, ami kiakasztott, de ennek ellenére viszont epic volt a fight, összetett volt, meg látványos is, ami nekem nehéz volt itt, hogy egyrészt droppolt valamitől az eleje, azt mikor megcsináltam a benchmarkolást, onnantól lett talán jó a game, érdekes. Érdemes megvenni a game-et, aki gondolkodott rajta, én ugye azt korábban már elmondtam. Csak ugye
Ez is olyan volt nálam, hogy elkezdtük akkor játszani, amikor megjelent, és akkor kimaradt most így a utolsó bosshoz képest jó pár hét a befejezésre. Nem tudom, miért ez így jött ki, így alakult. Jövőben azért megpróbálok majd ráorientálódni arra, hogy valami játékot elkezdek, akkor úgy be is fejezzük a végét, ne pedig így lógjon a levegőbe. Mint ahogy a Psyonaut is volt, meg ez is. Egy csilles környezet, kellemes hangulat volt, a zenék is tök jók benne, olyan ötletes a játék is. Volt benne egy-két fejtörő, meg azért lehet benne gyűjtögetni is, nem rossz játék. A drop sokat számított, de hogyha nem droppolt volna az elejétől, akkor is meghaltam volna egy 3-4-szer, mert egyrészt vissza kell szoknom a kontrollerre, másrészt kontrollerrel én lőni nagyon, nagyon suta módon tudok, nagyon nem tudok. És hát igen, ennek okán, mivel ez a boss fight meg főleg arra törekedett, így hát ez így nekem extrán nehéz volt. A többi nem, mert látod azért a fázisokat, már meg tudtam úgy csinálni, hogy 0 HP fogyott, mert például a parry, ami a Millihez tartozik, a parryzés az egész jól ment, ugye azt a nagy fa embert, az bármikor szinte 100%-osan parryztem. Nekem ezek tetszettek benne egyébként, hogy van benne ez a parrys rész, és lehet counterelni az animit. Ugye, amilyen játékban van counter, az rohadt jó, azok nekem mind tetszenek. Ugye a harcrendszere jó volt a játéknak. Ennek a játéknak nagyon jó volt a harcrendszere. Általában én a harcrendszereken kiszoktam akadni. Ennek a játéknak a harcrendszere nagyon jó. Úgyhogy ezt ajánlani tudom mindenkinek, aki szereti az ilyen időzítős fájtokat. Ja igen, a bosszon. Ugye sokszor elkapott a... Ugye ott nincsen időzített dodge izére, a kezére. Ott én kiderült itt menet közben, csak úgy tudtam kihárítani, kidodzsolni, hogy elkapjon. Hogyha vele szembe futok és átugrok a hóna alatt, az működik. Na, ezt így megjegyeztem, az működik. Viszont oldalra nem lehet timinggal kidodzsolni, fixen elkap, ahogy észrevettem. És akkor kilokoltuk a Master Difficultyt. Előfordult, hogy a jövőbe ugyanúgy, ahogy a Rise of Rome-ot, lehet, hogy ezt még elő fogom venni, és akkor letolok vele még egy végjátszás Masterbe. Kíváncsi vagyok, mi a Diffi, de nem most.